Na hát, nagy szeretettel köszöntök mindenkit újra itt, a testem ott, a hangom itt, mai témánk pedig Kosztolányi Dezső, vagyis hogy ennek a videónak a témája Kosztolányi Dezső lesz, aki pedig 1885 márciusában született, Szabadkán, ez délvidéken található. Édesapja matek-fizika szakos tanár volt, aztán igazgató is lett a helyi, hát a szabadkai gimnáziumban. És amikor született Kosztolányi Dezső, akkor az anyja még csak éppen, hogy betöltötte a 18. életévét. Szegény Kosztolányi 10 éves koráig elég sokat betegeskedett, hát gyenge testalkatú volt, ahogyan mondták róla, szegényt többször is ilyen fuldoklási rohamok kínozták, gyötörték. Elég szigorú volt az apja, viszont a nagyapja, Kosztolányi Ágoston, nagyon nagy hatást játszott, döntő szerepet játszott az ő nevelődésében, ugyanis már 4,5 éves korában írni meg olvasni tanította például, angolul is tőle tanult meg, és hát elég sok mesélnivalója volt az öregnek, mert 23 évesen ez a Kosztolányi Ágoston nevű nagyapó, ez Ben tábornok seregében szolgált, mint honvéd százados, még Kossuth-tal Törökországban is jár, de ne Kosztolányi nagyapjáról beszéljünk, bár nagyon izgalmas lenne. Szóval Kosztolányi ott végezte középiskolai tanulmányait Szabadkán, aztán eléggé érdekes, mert onnan szegénykémet hát végül is magántanulásra kényszerítve majd, hogy nem kicsapták, mivel hogy írt egy verset, amire elég szigorúan megkritizálták őt, és ő erre a kritikára elég durván válaszolt, szóval nem csak a mai Facebook korban tudnak az emberek gyűlölködő kommentáratban háborúzni, hanem akkor is, és akkor egy ilyen botrány miatt egy évig magántanuló volt. Aztán Szegeden, meg Pesten járt egyetemre. A fő cél az volt, hogy belőle tanár legyen. Elég értelmiségi volt a család, unokatestvére Brenner József, későbbi írói nevén Csád Gézaként talán ismeretesebb, egy olyan családban élt, amely nagyon vonzódott a különböző bölcseleti dolgokhoz. Szóval a fő cél az volt, hogy tanár legyen, 1903-ban került Pestre, 1904-ben még Bécsben is dolgozott, és végül is 1906-ra a mindenféle filozófiai meg egyéb okulások után 1906-tól a Budapesti Napló egyik fontos munkatársa lett, aztán a versrovatot is vezette Ady Endre helyette, aki ez időtájt éppen Párizsban sütette a hasát. Nagy hatással volt rá Rilke Kosztolányira, és elég sokat olvasott, folyékonyan több nyelven is beszélt, és hát elég sok mindenkivel jó barátságban volt Kosztolányi, csak hát Adival nem. Ez majd később lesz jelentős dolog a Kosztolányi életműben, ugyanis már Ady halála után került csak elő, ez az nagy, egy komoly ellentét, ami Ady és közte igazából sosem lett megvívva ez a csata, csak Ady halála után fente a tollát Kosztolányi Adival szemben. 1913-ban házasodott össze Harmos Ilonával, egyébként 1910 óta ismerték egymást. Elég zaklatott életet élt Kosztolányi, volt egy Lányi Hedvig levű lány, akiben nagyon szerelmes volt, viszont ez a lány eltűnt az életéből, és hát utána szomorúságát piálásba folytotta, és végül is 13-ban lett házasság ebből, 15-ben pedig megszületett Kosztolányi Ádám egyetlen gyermekük. Ugorjunk a háború utáni időszakra, eléggé megérintett őt a háború, nem nagyon szeretett volna háborúba menni, részben szívparaszainak, részben a hát pártfogóinak köszönhetően nem kellett neki háborúba menni, harcolni a katonai szolgálatban. Viszont a tanácsköztársaság korában az ő szerepvállalása nem volt olyan jelentős, mint Babicsé, és hát a lényeg az, hogy őt kevés mindenki támadta, Szabó Dezső, a korszaknak a nagy jobboldali írója, gerinctelenséggel vádolták, antiszemitizmussal, na mindegy, a lényeg, hogy 1920-ban elég nagy írói leszámolás volt, például Móricz Zsigmondot kizárták a Petőfi Társaságból, erre Kosztolányi is kiszállt, na mindegy, elég sok minden botrányos dolog történt ekkor tájt. 19-ben a tanácsköztársaság annyit biztos, hogy hatott Kosztolányira, hogy megírta később, még már 26-ban az Édes Anna című regényt, legalábbis akkor jelent meg. Prózáját tekintve, milyen prózai műveket írt, és lassan kanyarodjunk rá az ő ekkortájt készült műveire. A legfontosabb prózai művei közé regény szempontból az Édes Annát sorolhatjuk, novellákból pedig kis prózát elég sokat alkotott, amiként ezen gondolkozom, miközben próbálom felírni. Szóval a Szindbád novellákat tudjuk ide sorolni. Ezek főleg a 20-as években születtek ezek a művek, illetve a 20-as, 30-as évek fordulóján, illetve még a Pacsirta című regényt emelném ki, de mondhatnánk a Néró a véres költőt akár. A Pacsirta című regényben egy csúf kislány életét ismerhetjük meg. Annyira nem rossz. De elég sok elbeszélést írt, és elég sokat foglalkozott ilyesmivel.
verseskötet rengeteg jelent meg a neve alatt, és az Esti Kornélis csak 33-ban jelent meg. Líra kötetek szempontjából itt a Szegény kisgyermek panaszait lehet kiemelni, mint az első debütáló verseskötetét. Ezt követte később több másik is, és hát versek szempontjából pedig a nagy versekre majd még kitérünk. De a Szegény kisgyermek panaszai kötet az egy kiemelkedő darab abból a szempontból, egyébként 1910-ben jelent meg végül, ami egy ilyen csodás, hát elég félelmetes vagy félelmekkel teli gyerekkort mutat be. Nagyon sok látomásszerű vízió, ilyen látomásos költészet, vízióköltészet van benne, elég sok érzést tartalmaz, és főleg ahogyan a címe sugallja, a gyerekkorról, és a gyerekkor és a gyermekkori nézőpontból születnek ezek a verseknek a szubjektuma, az ilyen nagyon gyermeki, és elég egységes a világkép ennek a versnek. Ennek van egy párja tulajdonképpen, a Bús férfi panaszai, ami 1924-ben jelent meg, és ebben a kötetben már egy érett szenvedést alkot, életére visszatekint valamelyest, és a felnőttkor problémáival foglalkozik, de az igazi szenvedőkötet, mint a címe is mutatja, ez a Számadás, 1933-ból, amely egyfajta, hát, szonett, ciklus, elég sok kötött forma van benne, viszont nagyon sokféle gondolat szabad áramlása figyelhető meg ebben a verses kötetben. Viszont egy kettőség is, tehát Kosztolányira jellemző a boldog és a szomorú, van is egy ilyen verse, hogy boldog szomorú dal, de valahogy különböző érzések, ambivalens, egymásnak ellentmondó érzések vegyítése, és a Számadás kötetben a boldogtalanságot, amit mindenki átél, ami mindenkit nyúz és nyomaszt, azt az együttérzésben, a szolidaritásban látja feloldhatónak. Most menjünk is tovább, és nézzük meg, hogy milyen versei vannak, vagy fontosabb versei Kosztolányinak. Itt csak néhányat emelnék ki. Például a Mostan színes tintákkal álmodom vers, egy eléggé korai darab, ugye ez is az első kötetből való, és hát ez egy arszpoétika vers egyértelműen, és nagyon sok szinesztéziával, a színekkel való játszadozással, meg a gyermeki nézőponttal jól berúgja, vagy rárúgja az ajtót Kosztolánya saját pályájára, így csúnyán mondva, és ebben a versben már jól megfigyelhető az ő első alkotói korszakának a jellegzetes világa. Mondom, ez a gyermeki nézőpont, játékosság, sok szinesztézia, impresszionizmus jegyei. Már a második alkotói pályára, vagy alkotói pálya időszakra utal a Boldog Szomorú Dal költemény, amelyben ez a Kenyér és Bor című kötetben jelent meg. Ez is egy összegző vers, elég sok ilyen híres leltár és összegző verse van Kosztolányinak. Sokkal érdekesebb a Beírtak engem mindenféle könyvbe, szerintem, bár ez egy ízlés dolga, amely a bürokrácia mindent elpusztító hatalmáról szól, hát arról, hogy az adminisztráció hatékonysága érdekében számmá és adattá alacsonyodik az ember, ez nagyon megszólítható, mert megszólítja a mai embert is, és megszólítottnak érezhetjük magunkat, ha elolvassuk. És hát hiába, hogy egyszerűek és megismételhetetlen emberek vagyunk, amely téma Kosztolányinak gyakori és visszatérő motívuma, mégis ebben a versben egyértelművé teszi, hogy hát mégis számokként kezelnek minket. A Halotti Beszéd című verse, a Halotti Beszéd elég sokakat meginspirált, például ugye az eredeti középkori Halotti Beszéd Kosztolányit és például Márai Sándort is, és erre utal ebben a versében, és az ember egyediségét, ahogyan nem nő egy fán egyformán két levél, ugye erre utalna ebben a versében is. Mégis talán a hajnali részegség a legnagyobb verse, amely egy szabad, kötött pályán megy végig, nagyon kötetlen formában, szabadon áramló ritmusban fogalmazza meg az ember öneszmélését és látomását, ahogyan rájön arra, hogy az ablakon kinéz, a vershelyzet szerint egy este, mert nem tud aludni, és cigi és kávé nyomasztja, és látja az égbolt csillagait néz, vagy ó, az éjszaka, ó, a csodálatos világ, az éjben minden éjjel bál van. Hát ezt a verset mindenképp ajánlom, nem csak a címe miatt. Most sem már besötétedett itt ebben a videóban, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Minden jót kívánok, legközelebb találkozunk egy következő szerzővel. Na, üdv!